Neymar nélkül is simán győzött a Paris Saint-Germain a francia bajnokságban. A 91. percben bukta el a győzelmet a Bayern München a Bundesligában. A Juventus és az Inter is hozta a kötelezőt az olasz bajnokság 8. fordulójában. A Manchester United véget vetett a Liverpool győzelmi sorozatának a Premier League 9. fordulójában. A Real Madrid veresége után az élre ugrott a Barcelona a La Ligában. Tartsatok velünk, hogy értesüljetek a topligák legutóbbi eredményeiről és fontosabb történéseiről. A sérült Neymar nélkül felálló Paris Saint-Germain 4-1-re verte idegenben a Nice együttesét a francia bajnokság 10. fordulójának péntek esti nyitó meccsén. A vendégek egyik legjobbja Angel Di Maria volt, aki duplázni tudott a mérkőzés folyamán. Az argentin második találata pedig egészen káprázatosra sikerült. A dél-amerikai támadó eddig 13 gólnál és 7 asszisztnál jár a 2019-es évben. Ennél több gólban csak csapattársa Kylian Mbappé vállalt szerepet a francia élvonalban. A francia csatár egyébként 2-1-es párizsi vezetésnél a 83. percben állt be csereként, és 5 perc sem kellett neki a gólhoz, sőt újabb 4 perc elteltével egy gólpaszt is kiosztott Mauro Icardinak. Miután a második helyen álló Nantes 1-0-ás vereséget szenvedett a Metz otthonában, a PSG előnye 5 pontosra nőtt a tabella élén, míg a harmadik helyet kisebb meglepetésre a 17 pontos Reims foglalja el, amely 1 ponttal előzi meg az egyaránt 16 ponttal rendelkező Marseille-Angers kettőst. A góllövő listát a Monaco 8 gólos támadója Wissam Ben Yedder vezeti, aki a Rennes elleni 3-2-re megnyert meccsen kétszer is betalált. A Bayern München nagy meglepetésre csak 2-2-es döntetlent játszott a tabella alsó felében helyet foglaló Augsburg otthonában a Bundesliga 8. fordulójában. Nagyon rosszul indult a meccs a bajorok számára, hiszen Marco Richter már fél perc után előnyhöz juttatta a hazaiakat, majd a 10. percben Niklas Süle személyében egyik kulcsemberüket is elveszítették sérülés miatt. A német válogatott védő térdszalagszakadás szenvedett, így minden bizonnyal hosszú kihagyás vár rá. Mindezek ellenére Robert Lewandowski-nak viszonylag hamar sikerült egyenlítenie. A lengyel csatár Serge Gnabry beadása után fejelte a labdát a kapuba a 14. percben. A 31 éves csatár egészen káprázatos szezont fut, hiszen eddig minden bajnokián betalálta a jelenlegi idényben. Aztán a második félidő elején a gólpasszjegyző Gnabry maga is betalált, így már a müncheniaknél volt az előny. Érdekesség, hogy a német válogatott szélső legutóbbi 8 bayernes gólját egyaránt idegenben lőtte. A Bayern már-már zsebben érezhette a 3 pontot, ám elég volt egyetlen rövid zárlat, és Alfred Finnbogason révén a 91. percben a hazaiak egyenlíteni tudtak. Fontos győzelmet aratott a Borussia Dortmund, amely Marco Reus góljával 1-0-ra verte hazai pályán a listavezető Mönchengladbachot. A hazaiak győzelmének értékét ráadásul tovább növeli, hogy legjobbjuk Jadon Sancho nélkül álltak fel, aki későn tért vissza a csapathoz a válogatott szünet után, így büntetés gyanánt nem nevezték a mérkőzésre. A mindent eldöntő gólszerzője Marco Reus egyébként már a 9. gólját lőtte a BVB mezében korábbi csapata a Gladbach ellen. A Dortmund ezzel a győzelemmel pontszámban beérte a Bayern Münchent, ugyanakkor a bajnokságot továbbra is a 16 pontos Mönchengladbach vezeti, amely jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a Wolfsburg együttesét. Érdekesség, hogy az első és a 9. helyzet között csak 2 pont a különbség. Ehhez fogható a 3 pontos rendszer bevezetése óta még soha nem történt a Bundesligában a szezon ezen szakaszában. A góllövő listát a Bayern München 12 gólos támadója Robert Lewandowski vezeti, aki dupla annyi találatnál tart, mint a második helyezett Timo Werner. Egy egészen parádés meccset játszott egymással a Lazio és az Atalanta az olasz bajnokság 8. fordulójának szombati nyitómeccsén és egyben rangadóján. A vendég bergamóiak alaposan bekezdtek, hiszen Luis Muriel duplájával és Papu Gomez góljával a 37. percre már 3 gólos előnyre tettek szert, ám a Lazio egy őrületes hajrát produkálva az utolsó 20 percben 3 gólt szerezve végül döntetlenre mentette a találkozót. A Bologna alaposan megnehezítette a Juventus dolgát, ám a hazai pályán játszó torinói együttes végül hozta a kötelezőt és 2-1-re győzni tudott. A Bianconeri a pályafutása 701. gólját jegyző Cristiano Ronaldo révén került előnybe az első félidő 19. percében. A portugál klasszisnak ez volt a 38. meccsén a 25. gólja a Serie A-ban. Ennél gyorsabban csak 4 játékos, Vincenzo Montella, a brazil Ronaldo, Diego Milito és Andriy Shevchenko érte el ezt a mérföldkövet. Ám nem tartott sokáig a hazaiak előnye, hiszen Danilo mindössze 7 perc elteltével egyenlíteni tudott, így 1-1-es döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok.
A második játékrész elején Miralem Pjanic újra előnyhöz juttatta a zebrákat, mint később kiderült, ez a találat 3 pontot ért a címvédő számára. A hajrában egyéb iránt meleg pillanatokat élt át a Juventus, hiszen Federico Santander előbb a felső lécre fejelt, majd ollózó mozdulattal próbálta kapuba juttatni a labdát, ám Gianluigi Buffon elképesztő bravúrt bemutatva védeni tudott. A Juventus fő kihívójának számító Inter egy gólokban gazdag meccsen 4-3-ra legyőzte idegenben a Sassuolo gárdáját. A milánóiak maguknak tették nehézé a mérkőzést, hiszen negyed órával a vége előtt 4-1-re vezettek, ám a hazaiak alig 4 perc leforgása alatt kétszer is betaláltak, így meglehetősen izgalmas lett a vége, de Antonio Conte csapata végül kihúzta újabb kapott gól nélkül. A tabellát a 22 pontos Juventus vezeti, egy ponttal megelőzve az Inter együttesét, míg a harmadik helyet az Atalanta, a negyediket pedig a Napoli foglalja el. Mindenképpen említést érdemel a Cagliari szereplése is, amely az újabb győzelmével már az 5. helyre jött fel a tabellán. A góllövő listát a Lazio 9 gólos támadója Ciro Immobile vezeti, a 6-6 gólos Domenico Berardi Duván Zapata kettős előtt. A nagy nehézségek árán is, de hozta a kötelezőt a Chelsea együttese, amely 1-0-ás sikert aratott hazai pályán a Newcastle United ellen a Premier League 9. fordulójában. A kékek győztes találata a spanyol balbek Marcos Alonso nevéhez fűződik, aki a 73. percben Callum Hudson-Odoi passzát váltotta gólra. Az angol válogatott támadó egyébként Michael Owen mögött 18 évesen és 346 naposan a Premier League történetének második legfiatalabb játékosának számít, aki 3 egymást követő meccsen is gólpasszt tudott adni. Tovább folytatódik a Tottenham Hotspur vesszőfutása, amely csak 1-1-es döntetlenre volt képes odahaza a sereghajtó Watford ellen. A vendégek Abdoulaye Doucouré révén már a 6. percben vezetéshez jutottak, és bár ezt követően hatalmas mezőnyfölényt alakított ki Mauricio Pochettino együttese, de az egyenlítés csak a 86. percben jött össze a londoniaknak. Ekkor a darazsak kapusának ügyetlenkedését kihasználó Dele Alli lőtt közelről a kapuba. A címvédő Manchester City Gabriel Jesus és David Silva találatával magabiztos 2-0-ás győzelmet aratott a Crystal Palace otthonában. A vendégek rögtön a kezükbe vették az irányítást, a hatalmas mezőnyfölényük pedig a 39. percben érett gollá. Bernardo Silva jobboldali beadása után Gabriel Jesus egy gyönyörű csukafejessel jutott a jobb alsó sarokba a labdát. A brazil támadónak ez volt az 50. gólja a Manchester Cityben. Alig telt el 2 perc és Pep Guardiola együttesen megduplázta az előnyét. Ekkor Raheem Sterling zseniális löbbölését követően David Silva lőtt kapásból a londoniak kapujába. Érdekesség, hogy Sterling eddig 13 találatnál és 7 gólpassznál jár az új szezonban a Manchester City, illetve az angol válogatott mezében, és ennek a gól, illetve assziszt mennyiségnek az eléréséhez mindössze 16 meccsre volt szüksége. A forduló rangadóját az Old Traffordon rendezték, ahol a Manchester United és a Liverpool 1-1-es döntetlenre végzett egymással. Az első félidő kiegyenlített játékot és Marcus Rashford góljának köszönhetően manchesteri vezetést hozott. Az angol válogatott támadó a 36. percben Daniel James centerezése után talált be. A találat egyébként igencsak vitatott körülmények között született, hiszen a Vörös Ördögök gólt eredményező akciója úgy indult, hogy Viktor Lindelöf jókorát belerúgott Divock Origibe, azonban sem a játékvezető, sem a videóbíró nem látta szabálytalannak az esetet. A Liverpool a második félidőben hatalmas erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, törekvéseit pedig a 85. percben siker koronázta. Andrew Robertson beadása után Adam Lallana pofozta közelről a játékszert a kapuba, kialakítva az 1-1-es végeredményt. A pontosztozkodás egyben azt jelenti, hogy véget ért a Liverpool 17 meccsen át tartó győzelmi sorozata. Botlása ellenére a Liverpool továbbra is vezeti a tabellát, méghozzá magabiztos előnnyel. Jürgen Klopp legénysége 25 ponttal áll az élen, 6 ponttal megelőzve a második helyen álló Manchester City-t. A dobogó legalsó fokát a 17 pontos Leicester City foglalja el, amely jobb gól különbségének köszönhetően előzi meg az egyre jobb formának örvendő Chelsea-t. A Manchester United pedig újabb pontvesztése után már a 13. helyre csúszott vissza. A góllövő listát Sergio Aguero és Tammy Abraham vezeti, a Manchester City és a Chelsea támadója is 8-8 alkalommal volt eredményes eddig. Az FC Barcelona Antoine Griezmann, Lionel Messi és Luis Suárez góljával magabiztos 3-0-ás sikert aratott az Eibar vendégeként a spanyol bajnokság 9. fordulójában. A hazaiak meglehetősen bátran és támadólag léptek fel a meccs elején, a vezetést viszont a 13. percben Antoine Griezmann révén a katalánok szerezték meg.
A francia támadó honfitársa Clément Lenglet 40 méteres indítása után talált be, akinek ez volt az első gólpassza a Barcelona mezében. Griezmann később előkészítőként is eleskedett, hiszen Lionel Messi a második félidő 58. percében az ő passza után növelte két gólosra a vendégek előnyét. Az argentin támadónak nagyon megy az Eibar ellen, hiszen karrierje során eddig 10 meccsen lépett pályára a kékfehérmezes csapat ellen, és 9 alkalommal gólt is szerzett, ezeken a találkozókon pedig összesen 16 alkalommal vette be a baszk csapat kapuját. A 0-3-as végeredményt végül Luis Suárez állította be a 66. percben, aki Lionel Messi önzetlen passza után továbbította a labdát az üres kapuba. Ezzel a Barcelona történetének első olyan mérkőzése lett az Eibari, amelyen a három támadóklassz is egyszerre tudott gólt szerezni. Ismét botlotta a bajnoki álmokat dédelgető, ám az elmúlt hetekben jobbára csak szenvedő Atletico Madrid. A matracosok ezúttal a Valencia ellen játszottak odahaza 1-1-es döntetlent, pedig ezúttal nagyon közel járt a sikerhez Diego Simeone alakulata, amely a 36. percben Diego Costa 11-esből lőtt góljával került előnybe. A spanyol válogatott támadónak ez volt az 50. bajnoki gólja az Atletiben. A matracosok egészen a mérkőzés hajrájáig tartották egy gólos vezetésüket, de a 81. percben Dani Parejo pazar szabadrúgás góljával a denevérek egyenlíteni tudtak, és mivel a mérkőzés végéig már nem született újabb találat, a találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. Vagyis a fővárosi együttes tovább folytatta rossz sorozatát, hiszen a legutóbbi 6 bajnokiából csak egyet tudott megnyerni, és ezeken mindössze 3 rúgott gólra volt képes. Ennél is rosszabbul alakult a forduló a városi rivális Real Madridnak, amely hatalmas meglepetésre 1-0-ás vereséget szenvedett a Mallorca otthonában. Amikor Lago Junior a 7. percben egy szép csavarással megszerezte a hazaiak vezető találatát, alig gondolta bárki is, hogy ez az egy gól dönt majd a 3 pont sorsáról, pedig végül ez történt. A Real Madrid a bekapott gól után ugyan becsülettel támadott, ám Benzema kapufáját leszámítva nem tudott igazi zicsert kidolgozni a hazaiak kapuja előtt. Igencsak beszédes az a statisztika is, amely szerint a királyiak szerb támadója Luka Jovic 66 perc alatt egyetlen kapura lövés sem tudott felmutatni a meccsen, és egyetlen alkalommal sem ért labdához az ellenfél 16-osán belül. Ráadásul az utolsó negyed órában Odriozola második sárgás kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak a vendégek, ez pedig nagyban megkönnyítette a hazaiak dolgát, hogy a mérkőzés végéig megőrizzék egy gólos előnyüket. A Mallorca 2006. februárja után tudta ismét legyőzni hazai bajnokin a Real Madridot, amely ezzel a vereségével nem csak a veretlenségét, hanem az első helyét is elveszítette a bajnokságban. A tabellát ugyanis immár a 19 pontos Barcelona vezeti, egy ponttal megelőzve a Real Madridot, illetve kettővel a bajnokság eddigi meglepetés csapatát, a harmadik helyet elfoglaló Granadát. A góllövő listát a Betis támadója Loren vezeti, aki eddig 7 góllal terhelte meg az ellenfelek kapuját, míg a második helyet 2 6 gólos csatár Karim Benzema, illetve Gerard Moreno foglalja el. Ha tetszett az összeállítás, akkor nyomj rá egy lájkot, további focis videókért pedig iratkozz fel a csatornára!